Závod községtől nem egyedéli részén fekszik. Az ősi településre az első írásos feljegyzés 1231-ből maradt fenn. A török pusztítás után az első telepesek a rácok voltak, de a század legvégén visszahúzódtak a mai Szlavónia területére, így a falu újra elnéptelenedett. A német telepesek 1718-ban érkeztek Závodra. Ők voltak Tolna megye első Fulda környéki svábjai. Az itt talált romos templomokból rövid idő alatt megépítették a ma is láthatót, melyet 1768-ban már felszenteltek. Méreteiből tűnik, hogy Závod már ekkor egyházi központ volt. A tisztán német ajkú település gyorsan és lendületesen fejlődött, lakói jól alkalmazkodtak az adottságokhoz. Virágról szőlő és gyümölcstermelést, állattenyésztést teremtettek, mely jó módúvá és gazdaggá tette a falut. Egy szorgalmas népcsoportról lévén szó, itt hamar virágzó gazdaságot hoznak létre, jó módú gazdaggá téve a települést. Ez megmutatkozik a mai is található épített értékekben, ugye számos értékekkel büszkékelhet a település, főként vallási, egyházi épített értékekben, valamint jelentősek azok az ingatlan szerkezetek és ingatlan kialakítások is, ami ma nagy részt alkotják a település ingatlanjait. Egységes falukép kialakulása, ez ide vezethető vissza, számos védelem alatt álló épülettel rendelkezünk, utcasorok, utca részletek, illetve egy pincesor is ezek a védelem alatt lévő ingatlanok közé tartozik. 2002-ben létrehozott az akkori vezetőség egy közalapítványt ezeknek az épületeknek a védelmére, és ma is ez a közalapítvány végzi, koordinálja és felügyeli ezeket az épületeket. Ugye itt javaslatokat tesznek annak érdekében, hogy hogyan, miként lehet egy ingatlanhoz hozzányúlni, milyen beavatkozásokat lehet megtenni azért, hogy az épületek eredeti állaga, eredeti formája megmaradjon, illetve visszaállításra kerüljön. Tudjuk és látjuk azt, hogy fontos és komoly szakértelmet igénylő területről van szó, mely ugye egyre kevesebb olyan épület, rendelkezünk, amelyik eredeti állapotban megvan. Ma, ha valaki építeni akar Závodon, akkor be kell tartania a helyi építési rendelet előírásait, melyek védik az egységes faluképet. Olyan szabályok is érvényben vannak például, hogy nem szerelhet senki parabola antennát látható helyre, mely rongálná a faluképet. Hát igazából ezt a fajta visszaállítási megoldást támogatja a település rendelete, illetve ezeket az épületen látható védjegyeket kívánja megőrizni a Závod értékeit közalapítványnak a javaslatai, illetve azok a rendelkezések, ami kimondottan a védett épületekre vonatkozóan meghatározásra kerültek. Zsók János ingatlanja előtt állunk, aki az a személy a településen, akinek gyakorlatilag minden ház felújításához köze volt. Rengeteget munkálkodott az épületek helyreállításában. Így módon Zsók János egyfajta értéke a településnek. De térjünk vissza egy pillanatra a történelmi múltba. Súlyos időszak vette kezdetét a II. Világháború után a sorozatos negatív hatások, hátrányos megkülönböztetések a 80-as évek közepére teljesen tönkretették a települést. A II. Világháború után a német családok nagy részét kitelepítették, helyükre székelyek és csehszlovák magyar lakosságcsere keretében felvidéki magyarok érkeztek. A történelmi események erre a területre is hatással voltak a településen. A 1945-ös eseményekig, tehát a II. Világháborút lezáró eseményekig szinte 100%-os német ajkú településről beszélhetünk. A kitelepítés az nagyon sok családot elhurcolt a településre, nagyon sok sváb családot elhurcolt, és a 45-ös székely betelepülés átrendezte az összetételt. Ott meg jelentős székely család települt a településre, és a 47-es lakosságcsere egyezmény még
egy újabb népcsoportot is hozott, ugye a felvidékieket. Tehát így azt lehet mondani, hogy a 2000-es évek elejéig ez a három népcsoport alkotta a település lakossági összetételét, és ez mára bővült, egyre nagyobb számban vannak már külföldiek a településen, főként hollandok települnek, van egy pár belga család, németek, két ausztrál. A mazávodának egyik legfontosabb feladata, hogy élhető maradjon a település. Ennek megfelelően olyan fejlesztésekre adott be pályázatokat a faluvezetés, melyek európai színvonalúvá tették az életet. Polgármesterként azt gondolom, hogy térségi kis települések, mint amilyen a miénk is, a harmadik harmadukat élik. Azt gondolom, hogy a végjátszmában vannak ezek a települések, amikor meg kell határozni azokat az irányvonalakat, ami életképessé és élhetővé teszi a települést. Mi ebbe az irányba köteleztük el magunkat, ugye itt kétféle út van. Aki ezt választja, annak lehetősége nyílik arra, hogy olyan intézkedéseket hozzon, ami fenntartja a települést, a másik irányról nem szeretnék beszélni, mert nem is azt választottuk. Tehát mi elkötelezettek vagyunk az irányba, hogy egy élhető település maradjon závod, ezért dolgozunk, és igazából a legnagyobb fejtörést az okozza, hogy azokat a célokat, amiket megjelöltünk, azokat eredményesen végig is tudjuk vinni. Számos ilyen elképzelésünk van. Nagyon fontos lenne a települést lefedő infrastruktúra fejlesztése, járdák, utak, vízelvezető árkoknak a rendbetételére, a meglévő intézményeknek a korszerűsítésére. Ezek rövid távú elképzelések. Én azt gondolom, hogy az az innováció, amit kitűztünk magunknak, annak most az előszobájában vagyunk. Sok eredményről tudunk beszámolni. Egyik legfontosabb elért eredményünk az a topos pályázatok kapcsán két nyertes pályázat. Az egyik az egészségügyi alapellátás fejlesztéséről szól. Ugye háziorvosi praxisok valamikor 40 évvel, 40-50 évvel ezelőtt alakultak ki, azóta egy átfogó fejlesztésen nem esett át ez a terület, úgyhogy éppen szükségét érzi ennek a szolgáltatásnak a megújulása. Jó eredmény, 35 millió forintot nyertünk a topos pályázatok keretében ennek a szolgáltatásnak, vagy ennek az infrastruktúrának a fejlesztésére. Ugye itt van egy kis eszközbeszerzés is, illetve magának az épületnek a felújítása. Az egészségügyi alapellátás fejlesztése, ez úgy gondolom, hogy mindig egy úgymond vágya a településnek, hogy ez a korszerű körülmények között tudhatja magáénak a település lakossága, hiszen azt gondoljuk, hogy a závodot alkotó lakosok ugyanolyan állampolgárok, mint mondjuk egy nagyvárosnak a lakosai, tehát nem másodrendű állampolgárok, és ezt mutatja az az irányú elképzelés is, hogy korszerű körülmények között tudjanak a ide kényszerülő lakosok megfelelő ellátáshoz jutni. Ugye itt még azt kell tudni, hogy ebben az épületben működik a védőnői szolgálat, a gyerekorvosi szolgálat, illetve a háziorvosi ellátás. Energetikai fejlesztésre is adtunk be pályázatot. A sors úgy hozta, hogy ez is sikerre járt, ezt is támogatásra alkalmasnak minősítették, és így gyakorlatilag az egész épület, tehát polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, valamint az óvoda épületének a fejlesztése meg tud valósulni. Az energetikai fejlesztésben 64 millió forintot nyertünk két épületre, tehát önkormányzati hivatal, illetve óvoda. Nagy érték ez számunkra, azt mondhatom, mert meglévő utolsó működő intézményünk az óvoda, ami gyakorlatilag soha nem tudott pályázni semmilyen óvodai fejlesztésben, mert alacsony volt a gyereklétszám, ugye ez egy kizárók volt az óvodai fejlesztésekre kiírt pályázaton, de energetikai pályázat esetében ez nem volt kitétel, így különösen örülünk ennek, hogy ez is meg tud valósulni, tehát hosszú távon tudja biztosítani itt a működést.
Ami még fontos, hogy két épület, viszont 6-7 szolgáltatást tud ezáltal megújulni. Závod vallási emlékekben is igen gazdag. A kis falut sok feszület, szobor, kápolna díszíti, a század viszontagságait szerencsésen átvészelte a Kálvária, felújításokon esett át a templom. Az alkotásokon végigtekintve érezhető, mennyire fontos az itt élők számára a vallási élet. Ben a templom felszentelésének évfordulója alkalmából kapta a település a Szent Benedek kerekét, mert az akkori pápa adományozta az egyház községnek. Az erekje Budapestre szállítását követően ott készítették el a szarkofágot, illetve ott öltöztették föl ennek a római katonának a földi maradványait, és onnan egy nagy ünnepség keretében került a településre, és azon belül ugye itt a templomban kapott végső nyughelyet. Egyik oldalról fogy a lakosság létszáma a településen, miközben a másik oldalon a betelepülők keresik a lehetőségek, hogy életüket závodhoz köthessék. Azt reméljük, hogy azok a innovatív célkitűzéseink, amiket mi meghatároztunk vezetési szempontból, azok majd eljutnak valamikor arra a szintre, amikor azt fogják eredményezni, hogy növeli lakosságnak a létszámát. Én azt gondolom, hogy csak úgy lehet vezetni egy települést, hogy akár rövid távú, de mindenképpen hosszú távú célkitűzésekkel kell rendelkeznie. Dolgozunk már tehát nagy számban ezeken a terveken. Folyamatosan mérlegeljük a lakosságnak az igényeit, ugye egyre több minden fogalmazódik meg lakosság szempontjából, ez talán köszönhető egy kicsit az aktív civil életnek is. Egyre nagyobb és nagyon fontos elkötelezettségnek tartjuk azt, hogy teret adjunk civil kezdeményezéseknek, erőnkhöz mérten maximálisan támogassuk azokat az elképzeléseket, amik abban a szférában fogalmazódnak meg. Azoknak a helyi termelőknek, vállalkozóknak is, akik a helyben tevékenykednek, ugye itt az értékesítés, illetve azok a beruházások, amik turisztikai vonalon megfogalmazottak a jövőben, azoknak a megvalósításában érhető el számos eredmény. Hasonló kezdeményezés a Tolnai Zöldút, melyet a Gyulai ZRT pályázata tavaly évben sikeresen. Itt egy turista útvonal lesz kijelölve. Fontos lenne azokat a helyi gazdákat támogatni, akár önkormányzati szerepvállalásra is, akik mezőgazdaságon belül gyümölcstermesztéssel, illetve termékelőállítással foglalkoznak. Sok esetben látjuk, hogy egyedül próbálkoznak pályázaton részt venni, több-kevesebb sikerrel. Azt gondolom, hogy egy átfogó és akár szervezetben vagy önkormányzat által fölvállalt szerepvállalás keretében nagyobb hatékonyságot lehetne elérni, illetve nagyobb eredményt lehetne kimutatni. Nagyon kevés a közfoglalkoztatásra való személy a településen, úgyhogy ez irányú gondolatunk nincsen, viszont ennek ellenére a településen működő családi gazdálkodókat szeretnénk mindenképpen egy kicsit a szárnyunk alá venni.